Covington, Kentucky. Egy fegyveres, egy épp hazatérő anyára és gyerekére támad. A nő még időben kapcsol és be tudja csukni az ajtót, így megmenekülnek. Ezután az elkövető kereket old. Egy autós épp megérkezik az otthonához és leparkol. A helyszín Houston, Texas. Egy idősebb nő vezeti a fehér autót, közben megáll mögötte egy bordó kocsi. Nem törődik vele az asszony, hanem kiszáll és sétálna a lakása felé. A banktól követték az idős asszonyt, és tudták, hogy sok készpénz van nála. Egy maszkos férfi kiszáll a kocsiból és odafut a nőhöz, kergeti, az idős nő segítségért kiabál. Rabló ekkor visszafut az autóhoz, és elhajtanak. Atlanta, Georgia. Hajnali 5 óra, egy gyanús férfi fegyverrel a kezében sunnyog a sötétben. Később a város másik pontján lövöldözés történt. Két férfi sétál oda egy parkolókocsihoz, amit megpróbálnak feltörni. Az egyiküknél pisztoly van. Az autó tulajdonosa kinézett az ablakon, a rabló meg ráfogja a fegyverét. Betörik a szélvédőt, és kilopnak belőle néhány cuccot. Egy tolvaj rohant ki a házhoz, és lenyúlt valami tisztítószereket. Filléres holmikat vitt el, fegyverrel a kezében. Úgy tűnik, hogy nem egyedül volt, hanem két járművel mentek lopni. Onnan tudták, hogy hol kell megállni, hogy egy Amazon furgont követtek, ami csomagokat szállított ki. Dallas, Texas. Két fegyveres alak egy házhoz csengetett be. Valami bosszúállás lehetett az ügy mögött. A csengős egy AR-15-ös pisztolyt fog, míg a piros nadrágos társa kicsit távolabb bőrködik, szintén pisztolyjal a kezében. Nem tudni, hogy később visszamentek a helyszínre. Plum, Pennsylvania. Maszkos, fegyveres alakok támadtak másokra egy háznál. A dulakodás közben valakit le is lőttek. A lövés hiányzik a felvételről, de megtörtént. A meglőtt férfi súlyosan megsebesült, magas kórházi számlája lett, a családja pedig most gyűjtést szervez neki az interneten. Egy kiszállító 100 dollárnyi ételt lopott el egy vásárlótól. A vevőnek ez nem tetszett, és személyesen látogatta meg a tolvaj otthonát. Nem ritka, hogy az ételfutárok ellopják a vásárlók rendeléseit. Ezúttal a meglopott a saját kezébe vette az ügyet. So the food just disappeared in the accident. I guess he took it back. I don't know. I don't know. I don't DoorDash. I don't know any of this stuff. Like seriously. So. Ekkora megvádolt ételfutár egy késsel rontott ki az ajtón és rátámadt a férfire. Go to the place. Stop. Stop. What's up? Just leave. Szerencsére a károsultnál volt a pisztolya és elijesztette a támadót, így nem sérült meg senki. Wichita, Kansas. Két fickó sétált a járdán, amikor hirtelen ez történt. A rendőrség azt nyilatkozta, hogy több mint 40 hüvelyt találtak a helyszínen. Szerencsére nem lett baja senkinek. Atlanta, Georgia. Egy férfi egy lakóházban sétálgat egy AR-15-ös puskával. Valakit keresett,
Nem tudni, hogy végül megtalálta-e az illetőt. Cordova, Tennessee. Egy maszkos alak pisztollyal a kezében próbált feltörni egy kis teherautót. De megijedt a kamerától, visszafutott a kocsihoz és elhajtottak. Albuquerque, Új-Mexikó. Valaki épp hazaért a pick-up teherautójával, amikor megállt egy gyanús fekete kocsi mögött. A teherautós kiállt és arrébb hajtott, a fekete járműből viszont rálőttek. Utána elhajtottak az elkövetők. Elvileg a fekete autósok azon dühödtek be, mert szerintük nem úgy vezetett a kis teherautós, ahogy kellett volna. Mászóval a balhé közlekedés miatt történt, talán büntetőfékezés vagy valami hasonló miatt. Úgyhogy a fegyveresek hazáig követték a kis teherautóst, és fegyverrel vettek tőle elégtételt. Sosem lehet tudni, hogy miféle emberekkel akad össze az ember az utakon. Sokszor lőttek a teherautóra, 8 lyukat ütöttek rajta.